Ha már régóta próbálkozol az önbecsülésed építésével, és úgy érzed, hogy még mindig a béka feneke alatt vagy, akkor neked szól ez a néhány gondolat, ami bízom benne, hogy segíteni fog. Szeretettel köszöntelek, Kocsis Gábor vagyok, mentális segítő, a alapítója. Amikor valakinek nagyon mélyen van az önbecsülése, és szeretné feljebb tornázni, akkor számos utat választhat, ma már rengeteg lehetőség van erre. Csoportosítsuk ezeket az utakat két kategóriába most. Az egyiket nevezhetjük mondjuk spirituális útnak, a másikat materiális útnak, de inkább, talán jobb kifejezése spirituális helyett a lelki út, mert a spiritualitásnak ma már nagyon eltorzult az eredeti jelentése, és eléggé degradáló a felhangot is kapott. A tehát legyen mondjuk lelki út, és legyen a másik pedig a fizikai út, vagy utak, mert hogy ezeken belül is számos lehetőség van. Mit nevezek lelki útnak? Lelki útnak azt nevezem, amikor elkezdesz befelé figyelni, akár egy segítővel, akár könyveket olvasva, akár a hegyekben meditálva. Tehát valamilyen úton elkezded magadat megismerni, és magadat megszeretni, és magadat elfogadni úgy, ahogy vagy. Ugye számos tanítótól hallod azt, hogy, hogy rendben vagy így, ahogy vagy, minden rendben van, a világ is úgy, ahogy van. És valami ilyesmi állapotnak az elérése lehet a cél mondjuk egy lelki úton történő önbecsülésépítésnek amelynek eredményeként oda jutsz, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy oké, okay, hogy valaki hülyének néz engem, oké, okay, hogy valaki utál engem, de én akkor is értékes ember vagyok. Nyilván ennek van másik oldala is, tehát az önreflexió az nagyon fontos, mert ugye egy pszichopata is azt gondolhatja, hogy ő tökrendben van, és, és pont leszarja azt, hogy, hogy kivel mit tesz. De most ne ezt a, a, az utat nézzük, tehát nézzük egy egészséges lelkületű embert, egy alacsony önbecsüléssel rendelkező, de másoknak ártani nem akaró, és célként azt kitűző, hogy magának sem akar ártani, tehát egy ilyen embert nézzünk. Nála lehet ez egy lelki úton történő önbecsülés feltornázás, hogy sok, sokféle lehetőség közül választva valamelyiket, vagy akár többet, eljut abba az állapotba, hogy tök jó, tök jó, hogy vagyok, tök jó, hogy, hogy én én vagyok, tök jó, hogy ekkora az orrom, ilyen a fülem, ilyen magas vagyok, akármi, és az is tök jó, hogy, hogy éppen ilyen életet élek. Tehát rendben vagyok magammal. Ez általában a ritkább út, mert számos buktatója van, amire most nem fogunk kitérni, ez majd egy következő videónak lehet a témája, de lényeg az, hogy most számunkra az a fontos, hogy ez a lehetőség adott, viszont Legtöbben nem ezt az utat járják, hanem fizikai úton próbálják fel emelni magukat és emelni az önbecsülésüket. A fizikai út mit jelent? Azt jelenti, hogy értéket teszek a világba, segítek másoknak, csinálok valami hasznosat, valami szépet, valami, valami olyat, amire büszke tudok lenni, kapom a visszajelzéseket másoktól, és és ezáltal kezdem el értékesebbnek érezni magamat, hogy hasznos tagja vagyok annak a közösségnek, az emberiségnek, a családomnak, amiben éppen működöm. Jó, tehát ez a fizikai út, hogy értéket teszek bele a világba, és ezáltal értékesebbnek érzem magamat. Ez, egy, ez is egy nagyon jól működő út, tehát mindkettő, a lelki út is, és a fizikai út is nagyon-nagyon jól tud működni. Ugye beszéltünk arról, hogy a lelki útnak is vannak csapdái, illetve csak említettem. Például nyilván, hogyha nem megfelelő segítőhöz fordulsz, nem megfelelő információt fogadsz be, ugye ami a mai világban már nagyon-nagyon elképzelhető dolog, hogy hogy hamis tanító, vagy ö, olyan, ö, olyan információ jut el hozzád, ami, ami tévútra visz. Ami nem valódi önbecsülésről szó, hanem vagy annak a tanítónak a céljáról, vagy például lehet, hogy jó a tanítás, csak nem tudod úgy befogadni, nem úgy értelmezed, félreérted, elmész másik irányba. Tehát itt, itt is vannak csapdák. Mondom ezzel most ne foglalkozzunk. Foglalkozzunk a fizikai úttal, a fizikai út csapdáival, mert hogy annak is vannak csapdái. Persze gondolhatod, mi ebben a csapda, hogy, hogy beleteszem az értéket, értékesemnek érzem magamat, ez tök jó. De valószínűleg ezt már megpróbáltad, és hogyha e, most úgy érzed magadat, hogy még mindig, mindig nem vagy rendben magaddal, akkor annak oka van. És még az az oka, hogy valamelyik csapdába valószínűleg belefutottál. Milyen csapdák vannak? Ugye úgy képzeljük el, vagy úgy, úgy érdemes elképzelned az önbecsülésépítést, építést, hogy mint hogyha mondjuk egy, lenne egy kert, szeretnél egy, egy gyönyörű kertet magadnak. Jó? Tehát ez a, amikor megvalósul ez a gyönyörű kert, azok kedvenc virágaiddal és növényeiddel és rendezett és szép, az a, az a célállapot, az az, amikor te azt tudod mondani, hogy analógiaként, hogy én rendben vagyok magammal. Tehát ezt szerettem volna, így szeretnék élni, ilyen ember szeretnék lenni. Ezt az érzést szeretném érezni, amikor önmagamra gondolok, vagy az életemre gondolok. Jó, tehát ez a kert a cél. Ugye, amikor még ott vagy a parlagon, és csak álmodozol a kertről, akkor mit teszel? elkezded elszórni a magokat. Ugye a virágmagokat, azokat, amiket, eh, amiket szeretném majd látni a kertedben. És eh, itt van a csapda, több lehetséges csapda, hogy miért nem működik. Mert elméleti szinten ez tök jó. Beleteszem, a, elszórom magokat, beleteszem az értéket a, a világba, eh, Segítek a beteg gyerekeknek, jól teljesítek a munkahelyemen, kedves vagyok a párommal, nevelem a gyerekemet úgy, ahogy amiben hiszek és ami, ami, amit jónak tartok. És szépen, ugye, kihajtanak a virágok, tehát elszórtam magukat, kihajtanak a virágok, és meg lesz az a gyönyörű kert, amire vágyom. Na de, hol követhetjük el a hibákat? Mert uh, itt is ugye amikor önbecsülés építésről van szó, nem tartom uh, helyes útnak azt, hogy uh, hogy elkezdjünk másokat lehúzni, hogy nekem én azért érzem szorembernek magamat, mert ilyen a férjem. Én azért érzem, vagy azért érzem teljesen értéktelen senkinek magamat, mert a szüleim így és így soha nem becsültek meg, elcseszték a gyerekkoromat, ezáltal az egész életemet, stb. 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 Vagy mert a főnökön folyamatosan cseszeget. Tehát, hogy persze, hogyha ránézel első pillantásra, ez a kép, oké. Okay. De azért ennél sokkal mélyebbre érdemes menni, mert Hiába mutogatsz a másokra, attól még megoldást nem fogsz kapni, mert egy másik embert megváltoztatni az, az, egy, az egy nagyon nagy zsákutca. Nem fog sikerülni, még csak akkor változik, ha változni akar. Tehát a felelősség, a tied, a felelősséget érdemes magadhoz venned, hogy változtass a saját életeden. És nem a többiektől várni, nem a főnökötől várni, hogy kedvesebb legyen, nem a párodtól várni, hogy jobban megbecsüljön téged, nem a szüleitől várni azt, hogy bocsánatot kérjenek azért, amit gyerekkorodban tettek, a vélt vagy valós sérelmeid kompenzálandó. Mert még ha ez meg is történik, te akkor is kiszolgáltatottja vagy nekik. És ez nem a valódi önbecsülés valódi önpecsülés az nem függ a környezetettől. Hogyha te mástól várod azt, hogy hogy te értékesnek érezhesd magadat a másik ember változásától, akkor egyrészt jó eséllyel várhatsz, akár életed végéig, másrészt pedig kiszolgáltatott maradsz. Mert tegyük fel, hogy az az ember jó, oké, okay, változik, és akkor megadja neked azt, amire vágysz, attól még jön egy másik aki ugyanúgy lehúz téged, illetve te lehúzod magadat miatta. És az a másik, az le fogja szarni, hogy te mit szeretnél. Vagy elképzelhető, hogy le fogja szarni, hogy te mit szeretnél, és akkor megint ugyanott vagy, ahol az előző körben. Csak most egy másik emberrel. Most tőle teszed függővé, és mindig valakitől függővé teszed azt, hogy te jól érezd magad, hogy te e, értékes embernek tud érezni magadat. Úgyhogy ez tévút. Ez azért tévút, mert. Mert. Érted? Tehát ez folyamatosan a, a zsákutcába mész be, kifordulsz, megint bemész, megint kifordulsz, megint bemész, stb. 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 Tehát ami segíteni tud, az az, hogy első lépésben magad, magadhoz veszed a felelősséget azért, hogy az önbecsülésed épüljön. Senki mástól nem várod se a párodtól, se a főnököttől, se a segítőtől, akár, hogyha segítőhöz fordulsz, senkitől, hanem befogadod az impulzusokat, és te magad kezdesz velük valamit. Hol követjük el a hibákat? Ugye az egyik eh, komoly hiba ennél a maxórásnál, ugye amikor eh, beletesszük a Szeretetünket, a, a, az értékünket a világba, és ezáltal építjük, vagy próbáljuk építeni az önbecsülésünket. Az első ö, nagy hiba akkor van, hogyha egy olyan talajba szórod a magad, ahonnan nem fog kihajtani. Mit jelent ez az analógia a valós életedben? Például azt, hogy dolgozol egy munkahelyen, ahol rohadtul nem becsülik meg a munkádat. És te folyamatosan azt fogod látni, tapasztalni, hogy te vagy az a hülye, aki mindig mindent elvisz a hátán, aki mindent megcsinál, aki rohadtul küzd azért, hogy hogy végre megbecsüljék, és értékesnek, érezze, ére, értékesnek gondolják őt is, ezáltal értékesnek érezze önmagát, és csak tolod bele, tolod bele, tolod bele, és nem jön a visszaáramlás. És uh, gyakorlatilag, ugye, mint egy fekete lyukba tolod bele az energiát, tolod bele, tolod bele, de nincs vissza, visszafelé áramló energia, nem töltődsz, ezért uh, nem fog épülni az önbecsülésed. És ugyanolyan szarembernek fogod érezni magadat, mint, mint azelőtt, hogy elkezdtél volna ezen a munkahelyen dolgozni. Vagy párkapcsolatban ugyanez. Te mindent megteszel, imádod a párodat, um, megleped apróságokkal, beleteszed azt a szeretetet, az, azt a munkát, ami egy kapcsolatba fontos beletenni, és nincsen meg a megbecsülés a másik ember részéről. Megint te fogod magadat szar nőnek vagy férfinak érezni, te fogod magadat ö, ö, egy értéktelen senkinek, egy, ö, egy olyan embernek érezni, aki, aki nem szerethető. Azért... Mert egész egyszerűen rossz helyre szórtad el a magokat. Ott nem fog kihajtani. És bármennyire is nehéz ezzel szembenézni, de lehet, hogy nem a megfelelő munkahelyen vagy, lehet, hogy nem a megfelelő párkapcsolatban vagy, lehet, hogy nem a megfelelő barátok vesznek körül, és ezért alacsony az önbecsülésed még mindig, mert nincs visszaáramlás. Mert egy betonplacra szórtad szét a magjaidat. Jó, ez az egyik eh, nagy hiba, amit eh, el tudunk követni. A másik, másik komoly hiba pedig az, és folytatjuk ezt az analógiát, hogy, eh, hogy magukat szort és virág eh, lesz belőle, az az, hogy, eh, hogy túl sok magot szorsz. Túl sok helyre, túl sok magot szorsz. Mit jelent ez egy gyakorlatban? Meg akarsz felelni a munkahelyeden, mindent beletolsz. Meg akarsz felelni anyaként, vagy apaként, és uh, ott is száz százalékot akarsz teljesíteni, meg akarsz felelni nőként, meg akarsz felelni a párkapcsolatodban, meg akarsz felelni a barátságokban, meg akarsz felelni még a random embernek is, aki éppen segítséget kér tőled, és beválasz olyan dolgokat, amik, uh, amik elviszik az energiádat. És uh, ezek nem rossz dolgok, tehát szó sincs arról, hogy te éppen elcseszed az idődet, hanem arról van szó, hogy, hogy elszórtál egy csomó magot, és utána nem tudod locsolni a virágokat, mert egyszerűen nincs időd rá. Nem marad időd arra, hogy amit elszórtál, azt ápoljad. A párkapcsolatodat, a, a gyermekeddel nem tudsz eleget foglalkozni, a munkahelyeden nem tudod megcsinálni úgy már a munkáidat, mert egyszerűen szétszórtad az energiádat annyi helyre, hogy, hogy képtelenség, tehát fizikailag lehetetlen azt mind ápolni. És úgy ápolni, hogy, hogy az abból egészséges virág legyen. Hogy egy egészséges párkapcsolatod legyen, hogy egy egészséges viszonyod legyen, a, vagy kapcsolatod legyen a, a gyerekeddel, hogy egy, egy egészséges íve legyen a munkahelyeden lévő fejlődésednek, munkádnak, előmenetelednek, hogy a barátaiddal minőségi együtt töltött időt tudjál tölteni. Azért, mert egyszerűen nincs rá kapacitásod. Tehát ez a második uh, nagy hiba, amit el szoktak követni az emberek, hogy, hogy nem tudnak nemet mondani, pont azért, mert alacsony az önbecsülésük. Ugye ez a csapda ebben, hogy azért, mert szarembernek érzed magad, itt is akarsz bizonyítani, ott is akarsz bizonyítani, amott is akarsz bizonyítani, ha a ki, kevésbé fontos dologra nemet mondasz, akkor megint csak szarembernek fogod érezni magadat, ezért nem mondasz uh, nemet és mivel nem mondasz semmire sem nemet, ezért sehol se tudsz úgy teljesíteni, és megint ott tartasz, hogy szar embernek érzed magadat, mert ez vissza fogja jelezni a környezeted. Vissza fogja jelezni a gyereked, hogy, hogy anya, apa, hiányzol nekem, mindig elküldesz, amikor szeretnék veled beszélgetni, vagy játszani. Vissza fogja jelezni neked a párod, hogy már megint csak a hajtás van, és két hónapja nem volt közös programunk. Vissza fogja jelezni neked a munkahelyet, hogy hát ezt megint elcseszted, mert nem figyeltél oda. Mert hogy nincs energiád, nincs energiád ezekre a dolgokra. Tehát a, az önbecsülés építéshez nagyon-nagyon fontos az, hogy egyrészt megfelelő helyre told be az energiádat, ahonnan van visszaáramlás, másrészt pedig hogy tudjál nemet mondani. És hogy tisztában legyél vele, hogy a nap az neked is 24 órával áll, és hogyha te túl zsúfolod a napodat, hogyha túl sok mindenre mondasz igent, akkor valahol egy idő után mindenre nemet mondasz. Amikor tehát a fizikai utat választod az önbecsülésnek a fizikai útját, akkor érdemes lépésről lépésre arra fókuszálnod, hogy oké, okay, elültettem egy virágot, ezt ápoljam is. Még van kapacitásom, elültetek még egy virágot, ezt is ápolom. Természetesen nagyon nehéz a helyzeted. Egy olyan világban, ahol mindenki azt tolja, hogy akkor vagy értékes, hogyha ezt és ezt és ezt is megcsinálod és egy olyan világban, ahol rengeteg impulzus ér minket, és rengeteg helyen azt érezzük, hogy meg kell felelnünk. De nem kell. Nem kell, semmit sem kell, ezek lehetőségek. És te választod ki a lehetőségeid közül, hogy melyikbe fektetsz energiát, és melyikre mondasz nemet. Ehhez kívánok neked nagyon-nagyon sok sikert, és egy olyan utat, aminek nem a végén várod majd a nagy eredményt, hanem közben is élvezni tudod.